Több milliós fejlesztéseket hajtottak végre idén Kurt községben. Megújult az óvoda egy része és az önkormányzat is. Több pályázatot is nyertünk. Ezek között a legjelentősebb, már anyagi részét tekintve, az az önkormányzat 43 millió forintos top pályázata, amit a pandémia ellenére szerencsére sikerült befejezni. Hát mindenképpen a kivitelezőknek kell ezért köszönetet mondanunk, mert hát többször probléma volt azzal, hogy vajon még másnap dolgozhatnak-e, vagy hogy egyáltalán nem lesz-e kijárási tilalom, de szerencsére ilyenekre nem került sor, és így elkészült, nagyon szép lett az épület. Energetikai pályázat, amiben tehát a külső hőszigetelés, ott a nyilászárók is már nagyon nem feleltek meg a korszínvonalának, azokat is sikerült három rétegű nyilászárókra cserélni, az üvegrétegre gondolok. Szintén a födémet szigeteltük még ebből, és egy keveset fordíthattunk még a mozgáskorlátozottak számára bejutásra, ami ugyancsak az épület udvaráról történt. Ezt szintén az önkormányzat egészítette ki, ezt a pályázatot. Azzal, hogy kívül is megépítettük a mozgáskorlátozotti feljárót, ahhoz korlátot készítettünk, ami még nem teljesen készült el, talán önök is látták, és a tetőt, azt pedig az önkormányzat finanszírozásában készítettük el, annak az értéke megközelítően 10 millió forint. Ezen kívül még 1,5 millió forintot fordítottak az egyéb fejlesztésekre, amit a hivatal dolgozói és a közfoglalkoztatottak végeztek el. Főképpen a belső udvar rendbetétele, ott járdákat kellett készítenünk, térkőburkolat készült, körbe az épület körül is egy védőjárdát alakítottunk ki. Aztán belső munkákat is kényszerűségből meg kellett csinálni, hiszen a pályázatban csak kizárólag a kibontott ablakok körüli festés volt betervezve. Hát ezt nyilván nem lehetett így megoldani. Így az idén megújult a nagy termünk, a kurdiak ezt házasságkötő teremnek hívják. Ezt teljes mértékben felújítottuk, a parkettát is lelakkoztuk, tehát próbáltuk egy kicsit a pályázat komplexitását növelni ezzel. Magyar falus pályázatokat is nyertünk, az egyik éppen a helyszínen az óvoda udvar pályázata, ahol egy régi melléképületet sikerült nagyon szépé varázsolni. Mondhatjuk, hogy és úgy is hívjuk már itt az óvodában, hogy ez lett az új babaház. Az épület az egyik homokozót is tető alá hozta, ezen kívül megszabadultunk a régi palatetőtől, és egy nagyon szép kis tároló épületet tudtunk létrehozni, ahol még akár esős időben a gyerekek játszhatnak is. Szintén helyet kapott az épületben egy másik kis tároló rész, amit később szeretnénk majd egy mosdó WC-vé kialakítani. Az óvodában éppen a mögöttem látható hintatér készült még el, ebből az 5 millió forintos magyar falus pályázatból, ahol is egy látható, remélem mögöttem látható gumiburkolattal sikerült lefedni a hintateret, ami úgy gondolom, hogy a gyerekeknek és főként az óvónőknek meg a dadusoknak nagyon pozitív kimenetelű, hiszen a több kilónyi homok most már nem kerül be az óvoda épületbe. Az elnyert 5 millió forintból nem tudtak mindent finanszírozni. Bizonyos kiegészítő tevékenységeket, azokat mi végeztünk el, így a csapadékvíz, a csatorna, a villamosszerelés és egyéb dolgok már nem fértek bele a pályázatba. Ezeket kipótoltuk. Anyagiakban ez néhány százezer forintot jelentett, inkább a munka volt a jelentős, amit ezzel együtt meg kellett valósítani, az pedig tehát az önkormányzat dolgozói és a közfoglalkoztatottaknak köszönhetjük. Jövőre is tervezik, hogy elindítják a közmunkaprogramot. 2x5 fővel egy mezőgazdasági és egy helyi sajátosságok programot tervezünk a jövő évre is, és bízunk benne, hogy a mezőgazdasági program főképpen arra szolgál, hogy a konyhánknak, a
az ott étkező gyerekeknek és a közétkeztetésben résztvevőknek helyi terméket, helyi egészségesen előállított terméket tudjunk az asztalára tenni. Pandémia ellenére talán az egyetlen közösségi megmozdulásunk az a játszótérépítés volt, ahol szintén igyekeztünk betartani azokat a rendszabályokat, amivel a másfél méteres távolságot amennyire lehet betartani. És ott volt egy kis szerény megnyitó ünnepség is. Szerencsére ez még a két veszélyhelyzet között volt. És tehát ez úgy gondolom, hogy egy ilyen gyöngyszeme az idei évnek, hogy legalább ez a játszótér a közösség összefogásával elkészülhetett.